Ibrány is alkalmazkodni tudott azokhoz a megváltozott feltételekhez, amelyeket a jelenlegi veszélyhelyzet támaszt az önkormányzatok felé. Az ügyintézés elsősorban elektronikusan folyik, a város vezetése azonban igyekszik a szokásoknak megfelelően ellátni a legfőbb feladatokat. A működési struktúráról, a lakosság hangulatáról és a településen zajló fejlesztésekről Ibrány polgármesterét, Trencsényi Imrét kérdeztük. A gazdasági és műszaki ellátó szervezetünk továbbra is dolgozik, tehát a közterek, parkok rendbetétele az folyamatos. A konyhai dolgozóink szintén dolgoznak, hiszen folyamatosan biztosítjuk a gyerekeknek a gyermekétkeztetést. Ettől a héttől már házhoz is szállítjuk, tehát mindenki, aki jogosult volt korábban erre, annak biztosítja az önkormányzat a gyermekétkeztetést ugyanolyan feltételekkel, mint a vészhelyzet előtti időszakban. Egyéb iránt milyen a közhangulat a településen, mennyire tartják be a lakosok a kormány által előírt egészségvédelmi szabályokat? Én azt tapasztalom, hogy a lakosság nagy része jogkövető, fegyelmezett és betartják ezeket az előírásokat. Azt tudom mondani, hogy nincsen a településen egyenlőre pánikhangulat, tehát azt tudom mondani, hogy mindenki óvatos, fegyelmezett, és azt látom, hogy akár a temetések során, vagy akár a házasságkörések során mindenki betartja azokat az előírásokat, amelyeket megfogalmaztunk, illetve a kormány megfogalmazott a lakosság számára. Ugye említette a polgármester úr, hogy éppen egy építkezésről jön, ennyiben befolyásolják a futóprojektek, azok a futóprojektek, amelyek belekezdett az önkormányzat az elmúlt hónapokban a koronavírus. Tehát ez mennyiben befolyásolja? Igen, hát azt látom, hogy amelyikben benne vagyunk, annak már látjuk a végét. Most éppen a szociális városstabilitációs pályázatunkhoz kapcsolódóan jöttem el az egyik építkezésről, a bérlakásokat alakítjuk ki. Itt azt látom, hogy be fogjuk tudni fejezni azokat a beruházásokat, amelyekbe belefogtunk. Ezeknek már látjuk a végét. Nyilván vannak olyan pályázataink, amelyek még most közbeszerzés előtt, illetve közbeszerzés alatt állnak. Megmondom őszintén, hogy itt vannak bennem kérdőjelek és aggályok azzal kapcsolatosan, hogy itt hogy tudunk tovább haladni, illetve milyen költségnövekménnyel fog ez járni. Ebben biztonsággal még nem merek állást foglalni. De amiben benne vagyunk önkormányzati vonatkozásban, illetve pályázati vonatkozásban, azokat a vállalásainkat be fogjuk tudni határidőben fejezni.